Sziasztok, Kovács Gergő vagyok, és a Bitabáni System videóját látjátok, milliómos kozmetikus sorozat, nem csak kozmetikusoknak. Hogy légy a probléma szakértője. Ez alatt azt értem, hogy minden egyes kezeléssel, minden egyes szolgáltatással, amit adtok, valakinek valamilyen problémáját oldjátok meg. Ha zsírbontó kezelést adtok, akkor az elhízásbeli problémáját oldjátok meg. Ha narancsbőrt kezelést adtok neki, akkor a cellulitis problémáját oldjátok meg. Cellulit problémáját, narancsbőr problémáját, mindegy. Ha az arcbőrét szépítitek, vagy fiatalítjátok, akkor az öregedési problémáját oldjátok meg, vagy éppen a pattanás problémáját oldjátok meg. Ha valakit szőrtelenítetek, akkor a szőrösödési problémáját oldjátok meg. De van akinek mindig valamilyen problémája, valamilyen dolga meg van oldva. Én melegen ajánlom azt, hogy mindig törekedjetek arra, vagy törekedj arra, hogy legyél a problémának a mestere, és ne a problémát megoldó eljárás mestere. Tehát, hogyha például, most mondok egy példát, hogyha te zsírbontással foglalkozol, érdemes bele elmélyedned abban a témában, hogy valaki mitől hízik el, valaki mitől lesz túlsúlyos, és hogy valaki hogyan tud a túlsúlyát elveszíteni, hogyan tud megszabadulni a túlsúlyától. Ne csak azt tudjad, hogy a kavitációs zsírbontó fejed az milyen alapon pusztítja el a zsírokat. Ne csak azt tudjad, hogy a krió fejed, vagy a lipolézeres fejed hogyan pusztítja a zsírokat, hanem alapvetően érdemes jó, ha azt tudod, az a minimum, hogy azt tudjad, de érdemes elmélyedni ebben az egész ügyben. Mondok egy példát, elmész egy gumishoz, egy autógumis műhelybe, mert kiukadt a gumid, és már harmadszorra lyukadt ki a gumid, vagy nem is, el van kopva a gumi, már megint elmész, és mindig ugyanazon az oldalon az autón elkopik a gumi, és ezért gumit kell cserélni, akkor tök jó, hogyha a gumi is meg tudja neked mondani, hogy valószínűleg mi az oka annak, hogy a gumi elkopott. Most hogyan tudnál ezt a jövőben orvosolni, mint hogy csak annyi, hogy elviszed a gumishoz, és közli, hogy hát, megint el van kopva, cseréljük le. Mitől kapott el? Azt nem tudom. De mennyivel jobb az előző verzió, amikor azt mondja, hogy el van kopva harmadszor is, már először is mondtam, hogy jó, nem ilyen gúnyosan, de amikor valaki érződik, hogy szakértő, hogy meg tudja mondani, hogy látja a problémát, megoldja a problémát, és közli is, hogy mitől lett ez a probléma. Vagy akár alternatív megoldást is tud felkínálni rá. Ezek annyira jó szakértői renomét, annyira jó szakértői kreditet, hitelt adnak neked, annyira jó, föl tudnak téged emelni, magasba tudnak téged, tehát annyira jó nevet tudsz magadnak, és elismerést szerezni a vendég szemében, hogy kétség nem fog férni neki a felől, hogyha valaki meg tudja oldani a problémáját, az biztos, hogy te vagy. Mert te az ő problémájának a szakértője vagy, és te egy módon lekezeled majd az ő problémáját. A legjobb tudásod szerint. Jó, igazából ennyit akartam mondani. Sok sikert, visszatérő vendégeket. Sziasztok!